Kampányidőszakban ő maga is kampányol, csak nem az előttünk lévő két választásra, mert azok rendben vannak, mondta Súrján László, az Európai Parlament alelnöke. Foglalkozni kell olyan témákkal, amelyek Magyarország szempontjából kulcskérdések. Ilyen például az alelnök szerint a szomszédainkkal való kapcsolattartás. Súrján László arról beszélt, mi magyarok sok sérelmet hordozunk magunkban. Nem dolgoztuk még fel, hogy közel 100 éve darabjaira hullott az ország. A sérelmeket jogosnak nevezte, de arra is felhívta a figyelmet. Meg kell nézni azt is, milyen hibákat követtünk mi el. Előre az vezet, ha mindenki elismeri, hogy hibázott, hangsúlyozta. Van egy általános ellenérzés egymás ellen. Ezt az ellenérzést le kell vetkőzni, hiszen minket sok száz éves történelem köt össze, és néhány száz éves, egy-két száz éves feszültség. Feszültségeket oldani kell. Az egész Európai Unió sikere ugyanis az együttműködés. Az összefogást tükrözi az unió 7 éves költségvetése is. Enélkül nem sikerült volna megvédeni például a mezőgazdasági támogatásokat. Súrján László úgy látja, szükség van nyitottságra, a szomszédok megismerésére, egy pártoktól független civil mozgalomra, amely a békét keresi. Ilyen a Kárta 21 mozgalom. Eger ebben példát mutat, hangsúlyozta az Európai Parlament alelnöke, a testvérvárosi kapcsolatok is ezt a célt szolgálják.